2-3-0-ás győzelem után hazai környezetben igyekezett lezárni az elődöntős párharcot a kékmezes Mávelőre, hogy újra bajnoki döntőt vívhasson. A Vártnál nehezebben indult a találkozó, a fehérvári csapat nem tudott ellépni a jól védekező debreceniektől. A szett végéig kiélezett volt a küzdelem, de a hajrában a fehérváriak akarata érvényesült, és 25-23-ra megnyerték az első játszmát. A második szettet sem kezdte jól a Mávelőre, a debreceniek szépen felépített támadásokkal operáltak és 21-17-re elhúztak. A fehérváriak nagyobb fokozatra kapcsoltak, de szoros végjátékban a Deac 25-23-ra megnyerte a játszmát és kiegyenlített. A harmadik felvonás elején 7-5-re még a Máv vezetett, de a debreceni együttes hamar fordítani tudott. A szett végéig nem is engedte ki ezek közül az irányítást a Deac, és ezúttal is 25-23-ra hozta a szettet, amivel közel került a meccs megnyeréséhez is a Vogue-ban. A negyedik szettben 8-5-nél el tudtak lépni ellenfelük Törrágyó Kocsiék, a csapatkapitány és Pesti Marcel is termelte a pontokat, amelyekre a Deac nem tudott reagálni. Ez lett a legsimább szett, a Máv előre 25-16-ra húzta be, jöhetett a döntőjátszma. Ebben a debreceniek vezettek először, de aztán a Máv előre minden erejét mozgósítva kiegyenlített, majd a végjátékban ismét megmutatta erejét, és 15-12-re megnyerte a szettet, ezzel a meccset 3-2-re, a párharcot pedig 3-0-ra húzták be a fehérváriak, és tavaly után idén is bejutottak az Extra Liga döntőjébe. Nekünk jött a Deac, igazából mindent, amiük van, azt kiadták magukból, nagyon erősen támadtak, jók voltak a nyitásaik, ehhez képest mi egy kicsit enerváltabbak voltunk, nem voltak olyan pontosak a labdák se az ütések, de hál' Istennek a végén sikerült összeszedni a játékunkat, és egy jó meccset tudtuk megajándékozni a nézőket. A döntőben akárcsak tavaly a Kaposvár lesz a fehérváriak ellenfele, visszavágási lehetőséget is jelent tehát a bajnoki finálé. Abszolút várjuk ezt az úgymond visszavágót, mert ugye tavaly is velük döntőztünk. Szerintem igazából itt minél többet kell pihenni, taktikailag ki fogjuk elemezni a Kaposvárt, hogy milyen szituációban mit játszanak. Várom igazából nagyon, mert egy döntőnek azért mindig is másmilyen a súlya, mint bármilyen más meccsnek. A döntőben tehát lesz miért visszavágni, de abban a párharcban már az ellenfélnél, vagyis a címvédő Kaposvárnál lesz a pálya előny.